Üdvözlök mindenkit! A Tárcsis Mihály Unokái Civil Fórumtól jöttünk, ami egy svéd alapítású emberjogi és környezetvédő civil szervezet. Azért kell egy svéd alapítású szervezetet csinálnunk, mert magyar nem tudtunk. Sajnos az a tapasztalat, hogy Győrben a környezetvédő egyesületeket az ügyészség feloszlatja. Ez nettó diktatúra. Ez ellen szeretnék most tiltakozni. Nagyon aggasztónak találjuk a magyarországi emberjogi helyzetet, erre a deviza hiteles probléma is rávilágít. Orbán úrnak ezért elhoztuk az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, amit most a posta ládájába bedobunk. A következő cikkelyek miatt. Hetes cikk. A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül jogosult a törvény egyenlő védelmére. 8. cikk. Mindenkinek joga van az alkotmányban vagy a törvényben részére biztosított alapvető jogokat sértő eljárások ellen az illetékes hazai bíróságokhoz tényleges jogorvoslatért folyamodni. Tehát ebben azért nem fér bele, hogy a bíróság húzza, halasztja ezeket a döntéseket. Tizenhatos cikk. A család, a társadalom természetes és alapvető közössége, amelynek joga van a társadalom és az állam védelmére. De hogyan valósul ez meg, ha kilakoltatják az embereket? 17. cikk. Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani. 1948. Nem. A szabad világ 1948-ban. Fogalmazd ezt meg. Ez a szomszéd, figyeld, melyikbe dobod! Így van, jusson el az üzenet, ez nagyon fontos, hogy mutassuk meg, hogy mit gondolunk a világról.